A világméretű Vas Albert maratont először 2011-ben indította útjára a Magyarok Szövetsége. Az esemény célja, hogy a magyarságot a világ minden szegletéből összehozhassák. A szervezők elmondták már több mint egy évtizede hagyomány Székesfehérváron is, hogy felolvasó maraton keretében emlékeznek Vas Albert erdélyi magyar íróra és költőre. A magyarságát és a ember szeretetét szeretnénk elsősorban kiemelni, és újra szeretnénk a köztudatba Vas Albertet hozni, mivel a Nemzeti Alaptanternek már része lett. Ezért fölvállalta Székesfehérvár is már 11. éve, hogy megszervezi a Vas Albert maraton. A felolvasó esthez a világ sok részéről csatlakoztak külhoni magyarok is, mondta Jakubek Tibor, azt is kiemelve, hogy városunk 59. helyszínként csatlakozik idén a kezdeményezéshez. Fazakas Attila önkormányzati képviselő kiemelte, a felolvasáshoz bárki kapcsolódhat kedvenc Vas Albert műve részletével. Ez az a hely, ez az az alkalom, amikor több illusztris vendéget is tudunk vendégül látni, illetve a város lakói közül is vannak olyan régi jó barátok, akik esetleg Erdélyből elszármazottak, és akkor ezen részt vesznek. Fazakas Attila arról is beszélt, hogy az eseményen ezúttal is megemlékeznek Lukácsi Józsefről, a Vörösmarty Társaság egykori alelnökéről, aki mindig a program meghatározó résztvevője volt. A programot március 1-én 18 órától rendezik meg a Szegfi Gyula utca 1 szám alatt található evangélikus gyülekezeti teremben. Ezúttal is lesz felolvasás esti mese Vas Albert címmel, melyre elsősorban diákok részvételére számítanak.